Az elmúlt hetekben egyre jobb formába lendülő, előző két mérkőzését egyaránt megnyerő és a negyedik helyre felkapaszkodó Komárom a fordulót a 13. pozícióból váró Mohácsot fogadta. A mérkőzés esélyese a KVS-e volt, amely azonnal ellenfele tudtára adta, hogy ki az úr a háznál. A vendégcsapat már az első perc végén megkapta első kiállítását, a megítélt 7 méterest Bízik Réka váltotta gólra. Bízik újabb találata után szépített a Mohács, de a jól működő védekezés mellett Temes, Világos és Szabó Kovacsics találataival a 8. percre 7-1-re elhúzott a hazai csapat. A mérkőzés képe ezt követően sem változott. A remekül játszó házigazda tetszés szerint lőtte góljait, a vendégek viszont csak elvétve találtak a továbbra is remekül védekező Komárom kapujába, így a 17. percben már 12-3 volt a KVS-e javára. Ezt követően talán túlságosan is megnyugodott a hazai csapat, az addig keveset mutató Mohács ugyanis 6 perc alatt 13-7-re zárkózott fel a sok zicsert elhibázó vendéglátóval szemben. A fél időben 16-9 volt a Komárom javára. A második játék részben 18-12-ig állandósult a különbség a két csapat között. Aztán a KVS-e ismét azt a játékot mutatta, amit az első negyed órában láthatott tőle a közönség. Tóth Spett, a 7 góljával a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyuló Bízik Réka, Imrei, valamint Gengelicki találataival egy 7-0-ás rohamot produkált a hazai csapat, amely így a második félidő végére elhúzott 25-12-re. A sok felesleges kiállítást begyűjtő házigazda 28-15-ig tartotta előnyét, a mérkőzés utolsó 10 percében azonban már nem koncentrált kellőképpen, így a Mohács 3 gólt faragott hátrányán. A KVS-e sima győzelmét azonban így sem fenyegette veszély. A Komárom megtartotta negyedik helyét a bajnokságban, hátránya pedig már csak 2 pont a listavezető Sziget-Szent Miklós mögött. A KVS-e legközelebb november 2-án 15:30-tól lép pályára, amikor a győri Eto KC U20-as csapatának vendége lesz a bajnokság 7. fordulójában. Gratulálok a lányoknak, de keserű a szám íze. 9 gólos vezetés után az utolsó 43 percet csak 1 góllal nyertük meg. Nehéz ilyet mondani egy 10 gólos győzelmet követően, de a játékosaimnak meg kell érteniük, hogy az ehhez hasonló meccseken is végig koncentrálniuk kell, nem vehetik félváról az ellenfelüket. A város, a támogatók és a szurkolók is többet érdemelnek ennél. Nyilatkozta a mérkőzést követően Neukum Tamás, a Komárom VS-e vezető edzője.